Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértem a Minecraft csodás világába és majd elképesztően érdekes dolgot mutatok be nektek, ami nem más, mint a kettődimenziós Minecraft, ami abból áll, ugye, hogy nem három dimenzióra terjed ki a tér, hanem csak kettőre, azaz ebben a síkban tudunk játszani. Általában ez egy tök hosszú map és nagyon, de nagyon kíváncsi leszek, hogy miket is fog ezt tartalmazni. Addig kezdtem el ezt a videót, az, hogy pont este volt és közülbelül most már reggelig, szóval pont nappal fogunk legigazán játszani, szóval tök jó kijött ez az egész. Lényegében, hogyha jól működik ez a dolog, onnan kezdtem, és itt vagyok, látjátok, barrierekkel vagyok körbevéve, és lényegében, srácok, itt kell egyenesen haladnom. Elsőnek is szerintem itt megpróbálok mindent kiütni, ami a föld felszínén van, különbözők ezt a virágot, hiszen arra olyan nagyon sok szükség nem lesz szerintem. Lényegében kezdjük is el ezt az egész kalandot azzal, hogy kiütöm ezt az egy darab füvet, és kapok, egy per egy max, szóval most már valamennyit tudunk enni is. Itt a gondot, srácok, most jött eszembe, hogy most aztán nem kell ügyeskednünk, hogy szegényt meg tudjuk ölni, hiszen most nem tud sehova se konkrétan elszökni. Figyeljétek! Vagy a maximum ide el tudna szökni idáig, szóval most tök jól tudunk vadát is, srácok, nem kell igazándiból szórakozni. Na de mindegy, üssük is ki szegény emberünket, tehenünket, miről beszél sajt már? Embert nézed az állatnak, meg az állatod embernek? Hát na mindegy, következő, van három húsunk, egész jól droppol, azt kell, hogy mondjam. Úgy tűnik, hogy azt már majdnem itt hagytam volna a maradék fát, hogy tovább haladjak, de na, hardba van a játékunk, hiszen úgy működik, szóval itt enni kell majd rendesen, nem szabad elpazarolni szerint magukat a kraftolni valókat. Nem tudom, hogy milyen mélységben van itt a pálya, hiszen van -e itt alatta érc, vagy nincs alatta érc. Szerintem egy kicsikét üssük ki, srácok, hiszen borzasztóan, hogyha mondjuk itt hagynánk a szenet, stb. Hiszen úgy tűnik, hogy elég... Ó, kő is van. Mit évők legyünk? Szerintem farmoljuk le az állatokat, tenyészteni még most nem fogunk, és utána bányászunk egy kicsit, azt mondom, nagyon kevés a fa, szóval lehet, hogy most nem kéne még csákánt csinálni. Jaj, ne. A bolondja mindegy, ott marad. Na oké, és nem vagyunk olyan nagyon elveszve, hiszen itt egy spawner alapjában véve ide vissza fogunk tudni jönni szerintem ételért, srácok, szóval megcsinálom gyorsan azt, hogy most nem fogunk még bányászni, ebbe a kis karám szerűségben gyűjtjük majd az állatainkat, szóval egy nyugodtan leszmolhatnak 8 hús, szerintem elegendő lesz egy időre, nem kell igazán volt több hús, hiszen ha 8-at megezünk, arra is sokszor fel tudjuk tölteni az életünket, srácok, vagyis hát a kajaszintünket, ez egy almát droppoltná, na? Na legyél már ilyen velem játék, jó, kösz szépen, úgy tűnik, hogy nem elég szépen kértem. Kérlek, fa, nagyon-nagyon szépen kérlek, adnál egy almát? Légy szíves, ha-hó, nagyon szépen kérlek, egy kis almára lenne szükségem, hiszen éhezik. Örülnék egy kis egészséges ételnek a hasamba. Haló, egy kis alma? Hát ezt nem hiszem el, akármilyen szépen kérem, nem adja az almát, adjál már egy almát, légy szíves, így kell kérni. Így sem működik, hát nem hiszem el. Adjál egy almát, hát nem hiszem el, srácok, azt a... Itt tudjuk azt, hogy le tudunk menni a bányába eleinte, most egy kicsikét még inkább idővök, kivágom magákat a fákat, és beírok egy game... majdnem game rule... Keep inventory true, hisz nem szeretném elveszíteni a cuccait, bár olyan messzire nem igazán mennének, valljuk be. Ebben hardon vagyunk, ami... Hú, egy chest! Azt az anyját, egy chest, ez az, zsír, ki is tudjuk nyitni. Amúgy srácok, hogy eddig tetszik nektek ez a videó, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, csatlakozzatok a Sajtó Királyban, de viszont tudjátok, mi vagyunk a legkirályommak az egész interneten, és hozzánk csatlakozni csak úgy lehet, srácok, hogyha megnyomjátok a nagy piros gombot, és már is tagok vagytok, szóval nagyon, de nagyon egyszerű, és nyissuk ki magát a chesti estit, mi is van benne, a pókháló, szerintem... Ő ágyat szeretne csinálni, azért adott nekünk ennyi stringet, slimebolt, glass, nem tudom, hogy minek, ellenbe egy biztos, hogy ebből csinálunk egy ágyat, hogy ne spawnoljanak be az állatok. Ha jól tudom, így lehet gyapjút csinálni, csinálunk 3-at, azért nem fogunk annyira nagyon pazarolni. Ú, azért fák már egész sok van, azt kell, hogy mondjam, egy craftasztalt azért lenyomunk, egy kis basementet csinálunk, szerintem egy báziskát, egy basementet ide, mondjuk legyen, ebből még kiszedünk fát, úgy, hogy na, 8 darab, az úgyis szükség lesz botra, stb. Rakjuk is le a vágy... ezt elrontottam, pont fordítom én, persze majd a kemény felén fogunk aludni, tudjátok mikor srácok, az úgy nem működik. Rakjunk le még, mondjuk csináljunk egy csákányt, hiszen egy csákányból mindig jó, ha van oda a bánya, azzal le akar minket vezetni, szóval szerintem az lenne a legeslegmegfelelőbb dolog. Azt a malacok is vannak. Én azt mondom nektek, hogy ez mint egy zóná lenne, amit eddig bejártunk, hogy van például víz, van például mala, vagy tehenük, és ezek mondjuk egy második zónaszerűségnek nevezném ki, mondjuk így. Jó, Didikém, jól lesz ez így, megnézzük, hogy mi van itt, és szerintem inkább a bányába menjünk, most ne haladjunk tovább, egyelőre azt a... Micsoda, jaj! Szia malac, hogy van? Jaj, nem akartam neked adni! Köszönöm szépen, hello malac! Jaj, de aranyos vagy, visszaütlek, hogy ne gyere ide. Hát akkor mindegy, ha annyira szeretnék, gyere nyugodtan. Bezárom őket meg, itt nem haladunk még tovább, srácok. Szerintem menjünk vissza, azt, micsoda parkúros a gyerek. Menjünk vissza és csekkoljuk le azt a bányát, ami ugye itt van valahol alatta. Még egy kicsire, hova tűntek? Ja, használtam az összesemet. Az kemény. Minden, aha, annyira félelmetes, hogy bármikor leeshetek, de közben valójában nem, hiszen 2D-s az egész. Csinálunk, szedünk 3 darab követ, már inkább, hogyha már itt vagyunk, akkor szedünk 8-at, hogy meg plusz még 3-at, srácok, hogy tudjunk csinálni egy furnace szerintem. Ez nagyon, de nagyon tetszik nekem, remélem nektek is, srácok, tetszik ez a pálya, hiszen tök jó, most hát van tüzelőanyagunk, amivel tudunk égetni, stb. És tök jól haladunk szerintem, kezdjük felfedezni magát a pályát. Készítem magát ezt, hiszen csináltam még egyet, gyorsan szedünk még néhány darab szenet, plusz konkrétan szerintem egy 8 darab kőre van szükségünk, hogy meg tudjuk csinálni a következő furnace, már van 2, 3, 4, 5, 6, és szerintem meg is vagyunk, pont 8 darab, de kiszámolta a gyerek. Én azt mondom nektek azt, hogy kezdjük is el égetni az egészen, így bizony, úgy bizony, kivesszük, és szerintem az első állomásunk az nem más, jaj, itt beverem a fejemet, az nem más lesz az első állomásunk, mint hogy az ételt égessük ki. Igaz, hát fokozaton vagyunk, de szinte semmit nem fogyott az életünk, ami ugye egyet jelent azt, hogy egészen király, cucc, én azt mondom nektek, srácok, rakjuk is le ide, és mondjuk elsőnek égessük ki ezt, és ja, amúgy tökre most jut eszembe, hogy eddig még nem kellett használni semmiféle fákját, meg ilyeneket, ami egész nagy öröm, azt kell, hogy mondjam. Ez az vasat is most meg ki tudjuk ugye ezzel a csákányunkkal szedni. Remekül haladunk. Srácok, én meg vagyok elégedve a haladásunkkal. Remélem azt, hogy ti is, nektek is tetszik eddig ez a videó, hiszen nekem eddig nagyon-nagyon tetszik. Pókálóban meg tudtuk csinálni, szóval nagy szükségünk nincsen rá, hanem inkább kikerüljük, hiszen ez, amire kiütjük, ez egy fél nap körülbelül. Ez aztán megy lentébb. Most mi van? Azt hittem, hogy valami jó kis dungeon vár ránk, de közben semmi. Hol a dia? Hanyas szinten vagyunk, srácok? Hol írja? Semmit eszembe. Hú, ebbe az 1.13-ban nem tudom azt, hogy hol írjam, na mindegy. Annyi baj legyen. Itt egy picit még szerintem lentébb megyek meg. Mennyi vas van, ebbe egy szettet össze tudunk majd rakni. Találtam egy chestet, hiszen lejöttem itt a legalsó blokkig jelen esetben, és találtam egy enchant asztal plusz egy üllő. Tehát erre nem szállítottam, hogy ez lesz benne, ez nagyon, de nagyon jó, srácok. És én azt mondom nektek, hogy elviszük magunkat a chestet, arra se kell fát használni. Bevertem. Jaj! Ezt azt mondom, hogy most nem fogjuk őket kiiktatni, hanem beépítem azt, hogy ne igazán zavarjanak minket, ide, hogyha lehetséges, ne spónoljanak, hiszen most nincsen rájuk szükségem, ellenben a későbbiekben valószínűleg jól fog jönni nekünk egy ilyen csapda. Most jól haladunk, srácok. Szedtem 12 darab fémet, amiből már a felszerelések nagyját meg tudjuk építeni. Olyan furú, hogy nem lehet mondjuk oldalra építkezni természetesen, hiszen tudjátok, 2D-s az egész. Megvan az egyik kaják, berakjunk gyorsan, sütögessünk egy kicsit, most miért ne? Varázslóasztal, az óvatosan kell lerakni, hiszen nem tudom, hogy vagy fémmel, vagy diával lehet csak kiütni az egészet. Envér, igen, ez is megvan. Egészítem a csákányt, hiszen hogyha találunk véletlen gyémántot, akkor azt nagyon-nagyon remek alkalom lenne kiszedni. Én azt mondom nektek, hogy itt hagyjuk őket simán égni, vittünk magunkkal egy darab húst, és most menjünk fel magára a felszínre, és akkor jelöljük meg valahol, hogy itt van ez az alsó bánya szerűségű, hiszen ide majd még úgyis vissza fogunk érni a saját cuccainkért, csak egy kicsit menjünk fel a felszínre, hiszen szeretnék egy kicsit még így kalandozni ebben a videóban. Egy üveggel, srácok, meg fogom jelölni, hogy itt van nekem bizony a bányám, hiszen lehetséges, hogy tök hosszú ez az egész pálya, és így az egészbe elkavarodnak. Most átjövünk ide a malac zónába. Üdvözlet, gyermekek, hogy vagytok? Üdvözletem, most nem bántalak titeket. Téged igen, es már egy kicsit. Úgy tűnik, hogy jó, biztonságos a hely. Azt itt micsoda szintbeli különbségek vannak. Itt az első meg a második zóna között, srácok. Szóval ez nem annyira vicces, hiszen oda fölmenni eléggé sok anyagra van szükségem. Hát ezek a cuccokra nincsen szükség. Az mi? Ez meg milyen spawner? Jaj, ne, szerintem most már este van, és fognak spawnolni rossz állatok is, amire nincs szükségük. Jó, birka. Bárányra sincsen igazán szükség, hiszen le tudtuk kraftolni. Az is húst tud. Mennyien vannak? Hát leütöm őket, srácok, hát ebbi, hát elgyomnak innen engem. Ez az, van most már csirkefarmunk is. Ez az. Jó, megvan ez is, srácok, most olyan nehézekes a haladás. Köszönöm szépen, tojás. Srácok, ki kell? Nem kell ki, annyi baj legyen. Mindegy, nézzünk tovább még egy szinten, most már eléggé sok mindennel tudtunk találkozni. Kíváncsiak, hogy mi lesz a következő. Hogy mentek át oda a csirkék? Úgy, hogy itt is van egy... Nem, itt egy pókportál van. És esteledik. Jaj, jaj, menj innen, csirke! Jaj, azt a mellé spónolt, halljátok, ledom a tojást, ez durva, mellé spónol. Menjünk még egy kicsikét előrébb, srácok, ebben a videóban, hiszen kíváncsiak az, hogy mi lesz itt, hogy ilyen eléggé vastag a törzsennek. Aha, itt lenne a pálya vége körülbelül, hiszen már eddig se tudtam, hogy van-e előttem valami, hiszen ugye kettődimenziós az egész, szóval nem tudom azt, hogy miért gondolom, hogy itt a pálya vége. Ellenben most valamiért úgy érzi, hogy ez lesz az utolsó állomás, de ugye egyszer sem biztos, hiszen lehetséges. Aha, ja persze, itt a pálya vége, azt itt lesz a következő szint egyből. Zsír, itt azt a... Szerintem, srácok, itt egy következő részben fogunk most már kalandozni. Hogyha szeretnétek ebből a videók mini sorozatból egy folytatást, akkor azt egy lájkkal jelezzétek nekem. Én nagyon, de nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kommentel, lájkol vagy feliratkozik. Visszafutunk, vagy nem futunk vissza? A fáink szerintem még, és hát na, a fémeink szerintem még ugyanúgy égnek. Igyekszek visszamenni és ellenőrizni a folyamatot. Itt, ó, ugye van még elég anyagom. Úgy szét van járkev az egész, hogy a vizet valahogy el kéne tüntetnem, de jobb lenne egy vödör vagy egy kertet ki tudjunk alakítani. Bár hogyha úgy nézzük, van ez az én cuccam. Ennyire fönt voltunk? Úgyhogy jó, ez az én cuccam. Zsír, szerintem ki is égtek a dolgaink, amire szükségünk van. Ide. Oké, és el is hagytuk. Elhagytuk valahol az égendjünket. Oh no! Szerintem, srácok, remekül haladtunk ebben a videóban. Én remélem azt, hogy nagyon-nagyon élveztétek. Hogyha így volt, akkor nyomjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. És képzétek el, srácok, december 1-e körül nem más lesz az MC Showban, mint megjelenik a 2018-as exkluzív limitált sajtos termékek. Szóval, srácok, nagyon-nagyon frissítkezik a shopot, hiszen kevesebb, mint egy hónap múlva megjelennek az új téli sajtos termékek, amiket most árulok el először nektek, és nagyon királyok lesznek. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, csatlakozzatok a sajtok bandájába, úgyhogy feliratkoztok a nagy piros gomb segítségével, és nyomjatok egy lájkot erre a videóra. Én remélem, hogy élveztétek, én sajtos32 voltam, és nem tudom megint, hogy miért így köszönök el. A következő videóban találkozunk, jók legyetek ám, tanuljatok!